Hát nagyon sok szeretettel köszöntöm a felelős szülők iskoláján nézőit, tanárokat, pedagógusokat, óvónőket, szülőket, akik mind-mind érdeklődnek a mese iránt, mert hogy a mai beszélgetésünk fókuszában a mese van, mindenféle mese, és ennek a mindenféle mesének hatalmas tudója Kerekes Vali, aki egyetemi oktató, az ELTE tanító és óvónőképzőben dolgozik, tanít, méghozzá játék, mese, pedagógia, és minden is nekem Vali, te az vagy a mi mese, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt rendelkezésünkre állsz, és kicsit beszélgetünk. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, mert mesésen indult a nap, mesésen folytatódik, úgyhogy... Igen, igen, és a mostani apropunk, bár mindig is szívesen beszélgetek veled a meséről, az ugye szeptember 30-a Benedek Eleknek a jubileuma kapcsán, ugye a népmese, és ennek a gyökerei, ennek a szálai. Amit én veled kapcsolatban rögtön megosztanék a nézőkkel, az nagyon-nagyon-nagyon jó tapasztalat, hiszen én pont egy kurzusodra csöppentem be az ELTE-tokon, amikor te a hallgatóidnak, a leendő óvónéniknek, tanítónéniknek meséltél arról, hogy hogyan is kell mesélni. Na, Vali, te aztán igazán nagy kutatója vagy a mesének. Tényleg lehet a mesével szeretni érzelmeket kibontani? Miért olyan fontos mindannyiunk életében, még a felnőttekben is, hát az én életemben is azt gondolom, hogy nagyon fontos a mese, de hogy miért helyezzük annyira fókuszba a mesét a gyerekek nevelése, szeretése szempontjából? Először is ez egész úgy kezdődik, hogyha én most így ezt mondom neked, hogy Liza, igen, gyere, mert szeretnék neked mesélni valamit, akkor azonnal szerintem benned is, meg mindenkiben, aki felé elhangzik ez a mondat, akkor érzi azt, hogy itt valami jó lesz. Tehát valaki valamit el akar mesélni, vagyis rá akar figyelni, rá akar fókuszálni, neki akar beszélni. És ez a kapcsolódás, hogy én rád figyelek, neked mondok el valamit, mert fontosnak tartalak annyira, hogy elmondjak neked valamit, ez az a kapcsolódás, ami annyira ősi és annyira mindennapos, velünk élő, hogy már nem is figyelünk rá annyira, és rakunk rá egy csomó keretet, meg hú, mesélés, így mesélés, úgy, de máshogy csinálunk, mint hogy egész nap mesélünk. Igaz, hogy nem rakjuk mindig ilyen nagy keretbe, de maga a mesélés tudománya az valójában mindenkiben benne lakozik. És a gyerekek abban a pillanatban, amikor csak rájuk figyelnek, ránéznek, és azt mondják, hogy hú, Marci, annyira szép ma a hajad. Te képzeld el, hogy volt egyszer egy kisfiú, annak is pont ilyen szép volt a haja, pont ilyen szép volt a szeme is. És akkor Marci ugye elkezdi átgondolni, hogy hú, és akkor mit csináltad, és kézzel fölmászott a fára. És akkor értelem, ugye Marci azt mondja, hogy ez ő lehet, aki fölmászott a fára, vagy nem ő. Tehát, hogy azonnal, ahogy szerepbe helyezem, ahogy beleélem magam a gyerek életébe, meg egyáltalán felveszek vele bármilyen kapcsolatot, abban a pillanatban megszületik ez a fonal. Ami egyébként is ott van, csak ilyenkor élővé válik, tehát elindul egyfajta élő kapcsolatfelvétel. És valójában a mesélésnek ez a, hát úgymond alapja, vagy nem is tudom, hogy lehet-e ilyet mondani, hogy alapja, mert nincs ilyen, hogy alapja, meg nem alapja, lehet ezt fokozni, hogy az ember hogy csinálja, de alapvetően a szeretés az ebből van, hogy egyszerűen csak odafordulok, és mondok neked valamit, és akkor abból aztán kikerekedhet egy egész történet, vagy egy kicsi történet, vagy bármi, de ha csak rád figyelek 3 percen keresztül, már az is egyfajta olyan kapcsolódás, ami egy gyereknek azt jelenti, hogy én fontos vagyok, rám figyelnek, én létezem, engem akarnak, figyelni akarnak rám, akarják tudni, hogy én mit gondolok, tehát hogy megszületik ez a fajta kapcsolódás. Én azt hiszem, nagyon rátapintottál, legalábbis nálam arra a nyomógombra, mert ugye ezt keressük nap, mint nap, ezért küzdünk a figyelemért, az elismerésért, a kapcsolódásért, és mennyire igaz, hogyha én nem mesélni szeretnék neked valamit, akkor megosztok magamból valamit veled, gyakorlatilag olyan, mintha együtt ennénk, vagy együtt kávéznánk, vagy egy kicsit akár a gyerekek így egy picit megosztanák a csokiukat egymással, és egyébként az is nagyon érdekes, ugye te nagyon sokat kutatod a mese pszichológiáját, a játékpedagógiát is, hogy
hogy annyira sok szerep és szimbólum van a mesékben, hogy a mesék által, és hogyha akkor egy kicsit a népmeséről induljunk, hogy ott ugye történelem van, ott a mindennapi cselekmények, persze színesítve, de jelennek meg akár egy falu életéből, egy jó boszorkány, vagy egy rossz boszorkány, tehát hogy ezek úgy elindítják azokat az érzelmi dolgokat, amit lehet, hogy még nem is tudunk szavakba kifejezni. Hogyan segíti az érzelmi nevelést, vagy az érzelmi intelligenciát a mese? Mi ez az egész mechanizmus, ami mögött áll? Ahogyan elindul, tehát hogyha mondjuk a 0 kilométertől indulunk, és egészen a legelejétől, hogy megszületünk, és akkor elkezdjük gyűjtögetni az információkat a világról, egyre több mindent ismerünk föl, egyre több szónak az értelmét értjük meg, tudjuk hová kötni, és mindig nagyon aranyosak és kedvesek a szülők, akik kérdezik, hogy hú, és akkor mit meséljek? Már rögtön azonnal hazavisszük a kórházba, és meséljek neki, és akkor mindig azt mondjuk, hogy mindegy, mert ilyenkor idézőjelben mindegy, mert az a lényeg, hogy hallja a hangom, hogy érezze, hogy bele vagyok, hogy érezze azt az érzelmi kapcsolatot, hogy én hozzáfordulok. Mert még azt, hogy megérteni nem tud semmit, ez teljesen biztos. A szó kognitív értelmében nem tudja értelmezni, azt tudja értelmezni, ami a mesén túl van, tehát azt a fajta kapcsolódást, amiről az imént beszéltem, azt tudja érzékelni. És ahogy egyre több információ gyűlik össze, egyre több ismeret gyűlik össze a világról, annál inkább tudunk a mesékkel dolgozni idézőjelben, hogyha ezzel tudatosan szeretnénk valamit tenni. És a történetek, amikről te is mondtál, szimbólumokat, ezek nagyon érdekesen alakulnak, mert nagyon sokféle mese van a világon, nagyon sokféle fajta besorolása is van a meséknek már tudományos szempontból is, de mondjuk amit a hallgatók biztonságban ismernek, azok az állatmesék, az állatokról szóló történetek, a tündérmesék, amelyek mindig valami földön túlvilágban vannak, amiben jönnek segítők, mindenféle tájakon lehet barangolni, pillanatok alatt el lehet jutni innen, oda, onnan, ide, át lehet változni, vissza lehet változni, föl lehet élni, szóval minden csoda benne van. Van egy ilyen nagy kupac, amit ide sorolunk, és az emberek többségében a mese ide is kapcsolódik, tehát ezt a képzetet társítják hozzá, hogy a mese egyenlő csoda. És van még egy nagy szelete, az úgynevezett novellamesék, amik már olyan, hát egy kicsit olyan tanmeseszerűek, de mégsem. Tehát amelyben már nincsenek csodálatos segítők, csak egyszerűen megyünk, és cselekszünk, és csináljuk, és sikerül. És ugye vannak különböző alfajok is, de abból most nem, tehát nagyon sokféle egyéb történet is van, de ez a három fő csoport, amit nagyjából ismernek a novellamesékhez, talán az segít, hogyha a Mátyás király történetekre gondolunk, hogy mindig van valami, amiből kiderül, hogy valakinek azért milyen furfangos az észjárása, vagy magának Mátyás királynak, vagy valaki másnak, és akkor azon gondolkodom, hogy fú, de tényleg nekem is vannak ilyen ötleteim, és milyen jó ezt néha bevetni. De hogyha a gyereknek a fejlődését nézzük, és a mesei befogadását, akkor először az állat, tehát a konkrét mesékből, először az állatmesés történeteket érti meg, mert hogy sokkal jobban tudja azonosítani magát egy állattal, vagy egy olyan szereplővel, aki kicsi, mert valahogy sokkal jobban tudja definiálni azokat a tulajdonságokat, amik egy állathoz köthetőek, mint azt, ami egy emberhez köthető, mert egy embernek 100 000 tulajdonsága is lehet, és jobban tudja, hogy a kutya ilyen, a macska ilyen, mert már látott mondjuk ilyen állatot, hogy kicsit közelebb is érzi magát, és ezekben a történetekben sokkal biztonságosabban mozog. Gondoljunk bele, hogy hány ilyen vizuális élménye is van a gyerekeknek, és erre ráfeküdt a média is, hogy olyan rajzfilmeket gyárt, amikben állatszereplők vannak, és ezek mindig tuti befutók, mert azért olyan jó ezek velük azonosulni, mert ez mégis jobb, mint egy emberrel. Egy gyerek nehezen tud egy másik emberrel azonosulni, hiszen a saját világában él, egocentrikus a gondolkodása, tehát még azt nem tudja elképzelni, hogy mások is esetleg gondolkodhatnak úgy, de egy állattal igen. És akkor nagyon sok idő, mire ezek a történetek meg tudnak születni egy gyerekbe, hogy ezeket helyre tudja tenni egyrészt,
és csak utána 4,5-5 éves kor az, amikor a tündérmesék világa elkezdődik. Egyrészt azért, mert addig nincs mesei kettős tudatunk. Addig minden, ami történik, az egyenlő a valósággal, és ez egy annyira fontos dolog lenne, hogy én még óriás plakáton is el tudnám képzelni ennek a hirdetését, hogy nincsen korhatár nélkül meghallgatható mese. Ezt így szoktam magamban mondani. Tehát, hogy nem lehet mindig minden mesét minden életkorban csak úgy büntetlenül elmondani, mert vannak olyan fogalmak, olyan belső történések, amiket nem úgy él meg egy gyerek, ahogy mi gondolunk. Attól, hogy mese, attól még abban vannak dolgok, amiket nem ismerek. Ugye amikor én, nekem is mesélnek valamit, és nem tudom azonosítani, akkor elkezdek feszengni, hogy akkor ezt most én hogy is értsem? Értsem, hogy úgy is egy kisgyerek tényleg így éri meg, hogy nem tudja meg a kapaszkodókat ezekben a történetekben. És akkor, amikor viszont ez a kettős tudat elindul, és egyszerre tudja magát már a mesében is beleélni, meg önmagában is, hogy ő Marci, maradjon Marcinek, én Marci vagyok, tudom, hogy Marci vagyok, és itt vagyok, de én valójában egy sárkányúl is vagyok, és már benne vagyok a történet, és kaszabolok mindenkit életre halálra. Tehát, hogy ezt a kettőséget azért ki kell várni, ez nem rögtön történik, hanem ez egy idő, amit megérünk rá lélektanilag, és amikor ebben jó kidúskáltuk magunkat, csak utána jön a novella mesék, vagy ezeknek az úgynevezett Mátyás király meséknek a korszaka, mert egyre inkább érzi a gyerek, hogy jó ez a sok minden, meg jó ez a sok segítő, de úgy most már úgy jó lenne, én magam is meg tudnám oldani. Uh-huh. És akkor van az, hogy megtámogatom őt olyan történetekkel, hogy nézd, képes vagy rá. Tehát más is képes, te is. Tehát így nagyon röviden, lehetne ezt tényleg 24 órán keresztül még elemezni, de nagyon röviden, ezek azok a fő pontok, amik egy történetmesélésben segíthetnek egy gyereknek abban, hogy kapaszkodókat találjon, vagy a megértésben tudjon mozogni. És akkor a mesének tulajdonképpen a gyógyító ereje, ha így le akarom fordítani magam számára, az abban rejlik, hogy ő, amikor már így a kettős tudatból kicsit külön tudja választani a dolgokat, akkor a mesébe gyakorlatilag büntetlenül megjátsza azokat a szerepeket, akár csak gondolati szinten is, amit mondjuk a valós életben nem tud megtenni, ezt jól gondolom. Most maradjunk Marcinál, tehát ő mondjuk, nem tudom, szorong egy óvodai csoportba, egy iskolai csoportba, vagy fél akár a kutyáktól, és akkor ő egy mesében mégiscsak megvívja a maga harcát, és akkor a valós életben is egy olyan eszközkészlettel ruházza fel magát, ami szépen lassan gyakorlatilag választ tud adni az ő félelmeire, ezt így értsem? Igen, hát most hogyha Marci, ami főszereplőnk ma, és Marci például, ha az első példánál maradunk, szorong, mert érzi, hogy valamiért nincsen, tehát valamiért őt nem szeretik, vagy valaki nem szereti őt a csoportban, vagy akár az óvodapedagógus nem annyira kedveli. Uh-huh. És ugye a gyerekek ezt nagyon jól megérzik akkor is, hogyha mi ezt nem akarjuk, tehát pontosan tudjuk, hogy melyik nénire fújnak a gyerekek, meg melyikre nem, és amikre fújnak, azt nem szeretik, és kész vége. Tehát, hogy Marci mondjuk nagyon, nagyon berágott az óvodapedagógusára, mert érzi, hogy valami nincs rendben. Uh-huh. De ugye nem, mert nyilván tudja, meg már kezdi megtanulni azt, hogy azért úgy nem lehet ezt így megmondani, hogy Mani néni, én utálok. Viszont egy történetben rendkívül jól ki lehet élni azt, hogy behelyettesítem mondjuk ezt az óvodapedagógust egy olyan nagyon gonosz boszorkány, és akkor én ott úgy igazából jól meg tudom utálni őt. És akkor büntetlenül megy az utálat, amiben jól meg tudja élni. És ezért benne ugye nagyon fontos az, hogy ebben a korszakban nagyon sok ilyen történetet halljanak a gyerekek, hogy ezeket, és ez főleg a szülők iránti bűntudatban a legnehezebb nekik, hiszen ő pontosan tudja, hogy az anyukáját, meg az apukáját ezt szeretni kellene. Tehát, hogy az egy olyan természetes érzés, hiszen ő, tehát azért normál esetben, a szülők szeretik a gyerekeket, és a gyerekek szeretik a szüleiket, de mégis van olyan, hogy nem szeretik. És akkor úgy valahogy helyre kell tenni belülről, hogy nem szeretem, de ha csak saját életünkre gondolunk, hogy tényleg úgy fel tudjuk élni, és hogy amikor filmet nézünk, és látunk egy gonosz szereplőt, azért, hát ezért szoktunk néha azzal is azonosulni, nem? Tehát
jó gonosznak lenni, meg fú, de jó, hogy ezt úgy most úgy megcsinálta helyettem, mert azt én úgy nem csinálnám meg, de jó volt ebben feloldulni, és ez egy teljesen természetes dolog, hogy én utálok valakit, és mondjuk nem mondom meg, de a mese segít nekem abban, hogy feloldjam ezt a feszültséget, de ugyanúgy a félelmemet is, hogy félek valamitől, és akkor azonosulok azzal a valamivel, amit, egy történetben, amitől félek, és fel tudom oldani egy történetben ezt a félelmemet. De ahhoz tényleg nagyon sokat kellene hallgatniuk történeteket a gyerekeknek, mert abban a pillanatban, ugye most éppen a hallgatóimmal volt erről szó, hogy mitől féltek gyerekkorukban ilyen mesei elemektől. És akkor így nagyon komoly dolgok jöttek elő, és az volt az érdekes, hogy rengeteg vizuális élményből visszamaradt félelmük volt. Tehát volt, aki mondta, hogy félt a VUK-tól, és hogy mennyire retteg, és még a mai napig is, amikor már meghallja valahol, vagy meglátja a VUK-nak a figuráját, akkor összeszorul a gyomra, vagy a Ludas Matiból volt neki valami rossz élménye, vagy a Pinokióból, de látott élmény, tehát nem hallott. Ezért nagyon érdekes, és nagyon izgalmas az, hogy mitől félnek a mai gyerekek, mert nagyon sok gyerek egyébként fel tudná dolgozni ezt a félelmet, hogyha nem látná megszemélyesítve mondjuk a gonoszt. Tehát sokkal már magában képzelni el azt a gonoszságot, vagy a gonoszhoz társítana. Ugye a klasszikus a hófehérke boszorkány. Tehát nagyon sokan féltünk gyerekkorunkban a boszorkánytól, ahogy ott nyújtotta az almát, és akkor éreztük, hogy valaha. Mindjárt tudjuk, hogy mindjárt meghal, és nem tudtuk, hogy most mit akarunk, akarjuk-e, nem akarjuk, mit csináljunk. Oda kéne futni, de mégse tesszük. Tehát, hogy csomó mindenben segítene, de nem tudunk ez egyébként ez ellen már nagyon mit tenni, mert annyira ömlesztve jönnek már ezek a képi anyagok. Csak egyensúlyozni tudunk, meg ellensúlyozni. Hogy próbáljuk valahogy ezt a olyan, mint a homeopátiás szer, hogy kivezetni a káros anyagokat a szervezetből. Ugye ez is olyan, hogy bevesztük a rengeteg vizuális inget, és hogy ki kéne vezetni azt, amit akaratlanul is bevezetünk. Tehát, ugye ez a digitális detox szemesség világába, ugye? Igen, de hogy ez nagyon komoly. Tehát én szerintem sokkal komolyabb probléma, mint amennyire foglalkozunk vele. Hát igen, pont erről beszélgettünk múltkor, amikor találkoztunk, hogy azért már az óvodás és bölcsödés gyerekek is okos eszközzel a kezükben, és ugye teljesen egy az egyben az idegrendszer teljesen máshogy terheli azt, amikor a készképeket kapják, ahelyett, hogy a saját gondolataikban képzelnék el azt, mert én azt jól gondolom, Vali, hogyha valaki egy gyermek, akár kisebb, vagy akár nagyobb, egy mese, vagy egy történet alapján elképzel valamit, az mindig csak addig a határig megy el, amit ő saját maga fel tud dolgozni? Igen, igen. Igen, tehát ezért van az, hogy amit mi rettenetes dolognak élünk meg felnőttként, hogy valakinek kiszúrják a szemét, megfojtják, földarabolják, meg nem tudom, mit csinálnak, tehát ugye felnőtt korban már a tündérmesék egy részét azért nem olvassuk, vagy csapjuk össze a könyvet, mert úristen, mi lesz most. Azt a gyerek csak addig engedi be, ameddig megérti, hogy ez micsoda, és nem tovább. De ha látja, hogy földarabolják apró darabokra, kiszúrják a szemét, akkor az ott van. Nem lehet úgy csinálni, mint ha ne lenne ott. És az nem az ő határa, hanem nem az egy kívülről bejövő. Egy kívülről jövő határ. Úgyhogy én nagyon sokszor szoktam így viccesen, hát idézőjelben viccesen elgondolni ezt, hogy hol van például az erőszak ezekben, tehát hol húzódik meg az erőszaknak, a vizuális erőszaknak az a határa, amire még azt mondjuk, hogy rendben, és hogy honnan van az, ami már tényleg annyira káros, hogy nem tudjuk már, tehát nem tudunk, nem tudjuk már azt sem, hogy meddig mehetünk el ebben. Tehát hogy annyira kontrollálhat, tatlanná vált ez az egész, csak az elmúlt 20 évben, hogy figyelem ezeket a vizuális meséket, vagy meséknek nevezett valamiket, hogy hová mentek el a történetek, hová mentek el a képi anyagok. Tehát ez egy nagyon izgalmas terület, nem kifejezetten ezzel foglalkozom, én a mondott mesékkel szoktam, tehát az a mesélésnek az a részt szokott érdekelni, ami belülünk jön,
de nem tudunk elmenni mellette. Mert bizony, mert ez egy olyan hatás, ami kiküszöbölhetetlen. Nem, ha megkérdezünk ma egy óvodáskorú gyereket arról, hogy neki mi a kedvenc meséje, akkor biztosak lehetünk benne, ha csak nem valami nagyon közeli hatás, amit hallott a szobodában, és nagyon áthatotta, mert hallott valamilyen történetet, mondott a szobodapedagógus, amitől itt elájult, akkor biztosak lehetünk benne, hogy látott mesét mond. Tehát látott mese címet, tehát nem azt fogja mondani, hogy Kacor király, meg kis kakas gyémánt félkrajcerje, hanem valamit be fog mondani, amiről még csak nézünk, hogy Isten, mi nem is láttuk ezt, tehát hogy olyan szereplőkkel azonosul. Beszéljünk egy kicsit a mesét másképpről, jó? Mert ez az egész program, ez az egész szemlélet hozzád kapcsolódik, ezt te indítottad el, és tudom, hogy ez elsősorban talán a szakmának szól, de ennek az egész szemléletét szeretném, hogyha ha megmutatnánk itt a minket hallgatóknak, nézőknek, mert én szülőként is sokszor tapasztaltam azt megbeszélgetve sok szakemberre, hogy nem mindig tudunk mesélni, nem mindig érkezünk meg abba az intim légkörbe, pláne nem fejből. Van akinek képessége, készsége, hogy olyan storytellinget, olyan mesét gyártson, van, aki olvasni tud, és van, aki azt se tud. Szóval, hogy hogyan lehetne ezt a mesét újra divatba hozni, vagy még inkább ezeket a hihetetlen, nagyon fontos dolgokat, amiket elmondtál, tényleg odaadni a gyerekeknek, mert hogyha valaki csak egy kognitív dolgot szeretne, akkor azt is pontosan tudjuk, hogy azok a gyerekek, akik kicsikorukban sok mesét hallanak, sokkal intelligensebbek lesznek. De ami számomra szerintem sokkal fontosabb, hogy sokkal inkább megvesz az a rezilienciájuk, az a rugalmazkodó képességük, ami az élethez kell. Szóval, hogy mesélj nekünk erről a mesét másképpről egy kicsit. Hát a mesét másképp nekem nagyon sok féle megközelítését lehet már kibontogatni, de a legelső pont, amiből indult, az egy picit ilyen értékmentés is volt, hogy a magyar népmesék, illetve hát nem csak a magyar, hanem majd ki fog szélesedni, de most jelen pillanatban főként a magyar népmesek kincsnek egyfajta olyan mentése, amiben megkapják a mesék azt a fajta szabadságot, hogy át lehet őket egy kicsit úgy a mi érzelmi világunkon meg szűrőnkön engedni. Tehát, hogy nem a szöveghűség lesz a lényeg, hanem az lesz a lényeg, hogy a tartalmi hűségeket megtartva, tehát hogy egy történetnek hogyan zajlik a menete, attól nem nagyon szoktunk eltérni, mert nem szoktunk az elindulás után rögtön hazaérni, hanem ott történik valami, vagy hogyha már találkozik két állat, akkor nem fekszenek le napozni, hanem ott valami történik. Tehát, hogy megtartjuk a fonalat, de azt, hogy közben mi történik, és hogy én milyen mindennapi elemeket viszek be a mesébe, az én arra próbálom inspirálni a szülőket is, és a pedagógusokat is, óvodapedagógusokat, tanítókat is, hogy merjék belevinni saját magukat a történetbe. Tehát ez az egyik része. Tehát van egy ilyen fajta, ilyen kicsit ilyen értékmentős része, hogy a mesélésnek ezt a szabadságát, újra a definiálását. Mondasz erre egy példát, Vali, egy viszonylag konkrétat, hogy értsük, hogy jól. Mondjuk a Kacor király című történet, azt nagyjából mindannyian ismerjük, meg ez már azt hiszem, hogy itt volt is egy debütálás a Kacor királyról, a felelős szülők iskolájának a pandémia idején történő mesélésében, és ebbe például a gyerekekkel együtt, hogy hosszú évekig meséltem, És akkor éreztem azt, hogy kell bele majd egy olyan elem is, hogy egyrészt kell bele egy pici látványelem, hogy megpödri a bajuszát jobbról, megpödri a bajuszát balról, meg az, hogy azonnal bevonni azt a gyereket, aki mondjuk, tehát hogy ott vannak, és hogy hát pont ilyen színű volt a szeme, mint neked, pont ilyen ruhája volt, hát és ilyen színű volt a csizmája, mint a te pólód. Tehát, hogy olyan dolgok, amit azonnali kapcsolással tud a gyerek azonosítani, mert akkor egyszer csak így azt érzi, hogy ő is, és én belekerültem ebbe a történetbe, mert nekem pont olyanom volt, mint neki. De csak az, hogy olyan életképeket viszek be, pont így sütött a nap, mint ahogy most. Pont ilyen volt a szőnyeg, mint itt a csoportszobában. Hát pont ilyen széken ültek. És milyen hasonló volt az asztaluk, és ilyen ablakon néztek ki, ez is pont ilyen koszos volt. Tehát, hogy,
Tehát, hogy az, hogy azokat az elemeket, amik körülvesznek, ami azonnal ott van, tehát nem azt, hogy valahonnan egyszer előkerítjük meg, akkor tudjátok, az úgy nézett ki, mint a kanál, mint egy kanál. Mert egy kisgyereknek ugye konkrétumokra van szükség, mert ahhoz tud viszonyítani, hogy pont így nézett ki, mint a most ez, így látod, így, na, így nézett ki. Mert akkor ahhoz tud kapcsolni. És ezt a fajta szabadságot ki lehet szólni a történetből, hogy be lehet hozni a történetbe, attól még ugyanúgy a Kacor királytól fogunk mindannyian együtt rettegni, de közben be lehet hozni olyan dolgokat, ami egy ilyen lüktetést ad, meg egy érzelmi állapotot ad. Hát, hogy pont ilyen szomorú volt. És hogy? És akkor vagy pont így csillogott a szemem. Vagy akármi. Hát, hogy csak egy ilyen pici kis kapcsolódás, ezt a szabadságot így feloldani. Ez volt az egyik rész, ami miatt ez így elindult, és ugye ebben van egy ilyen technika, ami megkönnyíti a történetek megjegyzését, de mert hogy azért nagyjából sejthetjük, hogy minden történetnek van egy, tehát azért van egy fonal, amire föl lehet fűzni, és ezt viszonylag könnyen meg lehet tanulni technikákkal. Tehát abban a pillanatban, hogy ezeket a technikákat mondjuk elsajátítják a szülők vagy a pedagógusok, abban a pillanatban egyszer csak rájönnek, hogy hát ez nem is olyan, ez nem olyan nehéz. Van-e azért ehhez kapcsolódóan egy elég nagy szorongási faktor a meséléshez, hogy úgy azt gondoljuk, hogy az olyan, tehát az olyan másnak a dolga, tehát mi úgy jól el vagyunk, tehát én nem tudok mesélni, dehogy nem. Tehát, hogy valahogy tehát azt visszahozni, hogy mindenkiben megvan a lehetőség arra, hogy meséljen. Mert mesélni tudunk, csak lehet, hogy attól riadunk meg, hogy egy történetet kell elmesélnünk, de hogy magunkévá tesszük, vagy azonosítjuk a saját életünkkel, abban a pillanatban fel tudjuk szabadítani, és át tudjuk azon a szűrőn szűrni. Ez volt az egyik. A másik, ugye a mesét másképpen, az a játékoknak a szerepe volt, hogy a mesékhez kapcsolni játékokat. És úgy kapcsolódtak hozzá játékok, hogy én azt a merészet tudtam itt kigondolni 10 évvel ezelőtt, hogy én biztos vagyok benne, hogy amikor valaki egyszer elmond egy történetet, vagy amikor elmondták azt a történetet, amit utána meseként leírtak, vagy begyűjtöttek, annak volt valami érzelmi töltete, tehát valami ott megmozdult. Vagy nagyon rosszul voltam, bánatos voltam, csalódott voltam, utáltam, meg akartam ölni, bármit, tehát valami történt, ami köré én egy történetet szőttem. Ami utána ugye tudjuk ezeket a népmesei vonulatokat, hogy alakultak, hozzátettek, elvettek, stb. De azok az alapmotívumok, érzelmi töltetek, azok megmaradtak. Mert ezek mind ilyen érzelmi üzenetek valahol. Mi mindannyian érezzük, amikor mesét hallgatunk, vagy olyan helyzetbe kerülünk, hogy valami megmozdul. Vagy jól, vagy rosszul, de valami van. Tehát úgy, hogy csak úgy semlegesen ülünk, és bámulunk, és hallgatunk egy történetet, olyan nem nagyon van. Valami van. És ez a valami, ez valahol ott van a történetben. És akkor én azt gondoltam merészen, hogy én ezt így akkor meghatározom, hogy szerintem mi lehet. Mert lehet, hogy ez segít abban, hogyha én szeretnék egy történetet választani, akkor választhatok egy érzelem mentén is egy történetet. És nyilván ennek van egy ilyen nagyon erős szubjektív hatása, de én megadom azt a szabadságot is mindig azoknak a pedagógusoknak, vagy szülőknek, akikkel dolgozom, hogy ők maguk találják meg, hogy szerintük mi az az érzelmi pont, amit ők megtalálnak egy történetben. Mert akkor együtt dolgoztunk egy kutatás alatt egy óvodapedagógus csoporttal, 21 óvodapedagógus, 300 gyerekkel, tehát volt egy ilyen éves kutatás erre, hogy ezt így kitesztelgessük, hogy egyáltalán működik-e bármi ebből. Akkor volt olyan történet, amire azt mondta az egyik óvodapedagógus, hogy hát neki hány gyere van ettől, ő nem tudja elmesélni, mert neki ez rossz. És akkor kerestünk egy hasonló történetet, amiben megtalálhattuk ezt. És a játékok pedig úgy kapcsolódnak hozzá, hogy nem kifejezetten dramatikus játékok, tehát nem a történettel foglalkoznak, nem dramatizálják a cselekményt, hanem az erre az érzelmi elemre épülnek. És hogyha mondjuk én a dühöt veszem alapul, mert mondjuk dühös vagyok, és a dühömbe valamit csinálok, vagy félek valamitől, akkor arra épülnek olyan játékok, készségképességi személyiségfejlesztő játékok, amelyek ezt a érzelmet járják körbe,
és próbálnak meg ilyen játékos formában feloldásokat keresni. Nagyon egyszerű, és van egy kerete, amiben ez működhet, de az is nagyon rugalmas, hogy veszi ezt a keretet. Tehát, hogy ez volt az amitől egy kicsit más lett. Ez nagyon izgi, hogy gyakorlatilag, hogyha jól értem, akkor van egy mese, amit én meghallgatok, vagy a gyermek meghallgat, kivált belőle egy érzést, vagy egy érzelmet. Ezt ő megfogalmazza, ezt megosztja a szülővel, vagy a csoporttal, és utána ezzel dolgoztok? Nem? Nem, ezt az érzelmet, ezt én határozom meg, de nem mondom el. Én nem mondom el az óvodai csoportnak. Gyerekek, ma a düvel fogunk foglalkozni. Oké. Okay. Vali néni ma elmond egy mesét, abban olyan dű lesz. Olyan dühösek leszünk, de reggeltől este. És még játszani is fogunk ezzel, képzeljétek el, tehát semmilyen kognitív megerősítést nem adunk semmiben. Oké. Okay. Mi tudjuk, hogy mondjuk ezt a mesét azért vesszük elő egy csoportban, mert mi ezzel szeretnénk ezzel foglalkozni, valamilyen megközelítéssel, vagy kíváncsiak vagyunk, hogy erre a mesére hogyan reagálnak a gyerekek. Egyetlen egy visszacsatolási pont van egyébként ebben a módszerben, az, hogy a mesélés után a gyerekeknek van egy ilyen vicces, tehát nem az, hogy csuk be a szemed és képzeld el, hanem fölteszik a térdüket, felhúzzák, és a könyöküket elteszik a térdükre, és a tenyerükbe beletapasztják a szemüket, és abban a sötét kis odúba, barlangba, ahol nyitva is tarthatja a szemét, de mégis elkaparja a világtól, újra elképzeli a történetet. Megkérjük, hogy képzelje el most újra ezt a történetet magában, és képzelje el, hogy ki szeretne abban lenni. Bárki lehet. Ez nagyon fontos, hogy bárki. Tehát lehet élőlény, lehet ember, lehet tárgy, lehet időjárás, bármi lehet, bármi. És ha megérintem a vállát, akkor mondja ki, hogy ki ő, ha szeretné, ha nem, akkor pedig érintse meg a kezem, mert most ő ezt így magába szeretné tartani. Tehát megadom a lehetőségét, hogy elmondja. De ez csak egy olyan visszacsatolás, hogy ezt szokták is így a mesélés módszertanában ajánlani, hogy hagyjunk időt a gyerekeknek arra, hogy egy pici időben így elmerengjenek a történetben, hogy ne rögtön kezdjünk el velük valamit csinálni. Ugye egyébként is szegénykéknek állandóan valamit csinálni kell, tehát mindig valami van. Valaminek vége van, valami kezdődik. És hogy egy picit úgy el tudjanak mélyülni. Ez olyan, amikor kijövünk a moziból, és akkor szeretünk csendbe lenni. Még benne akarunk maradni a történetben, és akkor ez is olyan, hogy benne akarunk maradni. Uh-huh. És itt történik egy visszacsatolás, de mi nem kezdünk azzal semmit, mert akkor lenne terápiás. Tehát ugye eleve nem emelünk ki egy szereplőt külön, hanem ezt megtartjuk. Megtartjuk, hogy ő most itt úgy megtalálta a helyét, vagy fel tudja sorolni, és nagyon érdekes, amikor ugye kisebbekkel vagyunk, akkor ők rengeteg olyan szereplőt sorolnak fel, ami egyáltalán nincs a mesében. De hogy még meg se közelít ide ő, azt szeretne lenni. És ezt a szabadságot nem hagyom neki, hogy ő pókember akar lenni egy sócímű mesében. Miért ne? Tehát lehet ő az. Mert neki ő most ott tart, hogy ő ezt szeretne lenni, ez a történet, az a történet foglalkoztatja, és azt próbálja valahogy összeegyeztetni. De nincs ilyen külön kiemelt rész. Egyszerűen csak játszunk, és akkor a játékok révén utána hagyjuk, hogy ez áramoljon. És akkor mi azt vettük egyébként észre itt az egyéves kutatás alatt, hogy rengeteget, hogy elkezdték a gyerekek otthon, hogy ezt nyilván utána ebben a módszerben még utána mondjuk egy hétig ezt a történetet, kérésre meg bármikor, hogy a gyerekek is elkezdték ezt egymásnak mondani, akkor a szabad játékokba beépíteni elemeket, a játékokból, a meséből, de csak azért, mert így hagytuk, hogy ez így menjen. És akkor majd valahogy... És ez így a jó egyébként otthon is? Tehát bevallom őszintén, egy kicsit provokatív volt a kérdésem, de nagyon tudatosan, mert én többek között tőletek tanultam azt meg, hogy nem kell a mesét magyarázni. Tehát, hogy a mese valahogy olyan nekem, és akkor ott hozzak egy vizuális képet, és nyilván mindenkinek más, mint ahogy a homokszemcsék így bemennek egy üvegcsébe, és hogy úgy elrezonálnak, úgy megtalálják a helyüket, de hogy jól gondolom azt, hogy ezt ennek a pszichológiája, az egész módszertana, akár otthon csinálja egy szülő, akkor is ugyanez, tehát, hogy mesélünk,
ha a gyerekből kijön valami, és meg akarja osztani, akkor nyilván meghallgatjuk, és teret adunk neki. Egyébként meg, ha többször kéri, többször meséljük, ugyanazt, tehát ugye ebbe is ezzel is szembesültünk. És ugye a mese az valami olyan varázsszer, ami magától működik. Ez teljesen így van. Így van? Nagyon. Tehát, hogy nem is tudjuk, tehát mi is értetlenül állunk ám az előbb, hogy mi történt a történetekkel. Tehát, hogy nyilván nagyon érdekes, hogy amikor elkezdtek ugye módszertanilag foglalkozni azzal, azért több száz évig ez nem jutott eszébe az emberiségnek. Ez nagyon úgy kellettül, hogy elkezdtünk foglalkozni a történetekkel, mint módszertani eszközökkel, és akkor kitaláljuk, hogy fölboncoljuk, és agyonra kognitivizáljuk, hogy akkor most hány szereplés, hova mentek, és mit csináltak, és akkor mi történt, és hogy történt, és mi a tanulság, tehát ez ami egy kisgyereknek, akinek az erkölcsi fejlődése még nem hogy a tanulság szintjén nincsen, hanem azt, tehát fogalma nincsen még, hogy neki mit kéne gondolni igazából a világról, nem az, hogy tanulságokat vonjon le első osztályba, hogy akkor jaj, látod, milyen gonosz volt. Na hát, ha te is ilyen gonosz teszel, akkor aztán meglakolsz. Hát ez aztán egy kisgyereknek annyit segít, hogy puha, de az segít, hogyha úgy hagyom, és akkor így felismer mondjuk egy ilyen helyzetet. Mert hagyom, hogy felismerje. Egy másik helyzetben ugyanez. Uh-huh. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy hogyan jutott el, vagy hogyan jutottak el a történetek ide, hogy egy fölboncolt, lerövidített állapotba bekerüljenek mondjuk egy olvasókönyvbe. Tehát, hogy ez egy olyan érdekes dolog, hogy csonkítottak, és hogy milyen öröm fog el bennünket az óvodában, ahol még 3 év van arra, hogy megmeneküljenek, tehát oda menekülnek át a történeteink, és akkor ott még tudnak élni, aztán bekerülnek az iskolába egy tankönyvbe, és gyakorlatilag meghalnak, mert minden varázsukat elveszítik, mert feladatokat társítanak hozzá, és aztán ember legyen a talpán, tehát hogy még a történetre már nem is emlékszik, csak arra, hogy akkor ki kellett találni, hogy mi van, meg összekötni, ki kivel, van meg, kivel nincs, és pont azt a varázsát veszíti el. Uh-huh. Zárásképpen még egy dolgot hadd hozzak ide, mert nagyon sok szülő küzd azzal, hogy olvasóvá nevelje a gyermeket, hogy ő nagyon szeretne mesélni, de az a kis kamasz, az már, én már neki ciki mesét hallgatni, hogy van-e tipped, ötleted arra, hogy hogyan lehet ezt mégis visszacsempészni, akár nem tudom, színház által, akár nem is tudom, drámapedagógiával, akár, és akkor még egy dolgot hadd hozzak be, ugye a nagymamák, meg a nagypapák, meg a szülők, akik mondjuk családmesét tudnak mesélni. Ami nem az, hogy a könyv kinyílik, hanem az a legenda, az a történet, hogy az is tud-e ilyen érzelmi simogatás lenni, ilyen homokszemcse a gépezetbe, ami úgy megkeni ezeket a bugyrokat. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy minden mese, amit hallunk mostanában a világban, meg ami megmaradt nekünk meseként, az valahol mind családmese. Tehát azért minden valahonnan egyszer csak elindult, valamilyen történet valahonnan, és abban a történetben benne van a mesélőnek az egész élete, családja és minden egyebe. Tehát, hogy én a mesélést mindig ki szoktam ott tágítani, hogy nyilván van ez a mesei világ, meg a szöveghez köthető, vagy adott történethez köthető, de a legfantasztikusabb és leginkább belsőleg megmozgató dolog az a mi történetünk. Tehát attól nincs izgalmasabb egy gyereknek, hogy az én történetem, vagy az apukájáé, vagy a nagyszülőké, vagy az övé. Mert ugye ő úgy ismeri meg a saját történetet, hogy én elmondom neki, hogy mi történik vele, és hogy mi történt vele, és hogy én hogy látom őt ebben. És pont ma gondolkodtam azon, hogyha tényleg csak ez az apró dolog, tehát nem is kell így nagyon rákészülni erre, mert ha csak hazamegyek, és azt mondom, hogy hát ma engem úgy felbosszantott az, hogy, vagy ma annyira megörültem annak, hogy, akkor az, mert ugye az egy érzelem, ahhoz ugye jön egy történet, az a történet már egy történet, tehát ez valami történt. És elindul egyfajta kommunikáció. Ez a nem, és neked milyen napod volt?
Most honnan tudja a gyerek, hogy és milyen napon volt? Jó, jó, azt nem tudja még ezt beazonosítani. Igen. De hogyha meg tudom neki fogalmazni, hogy ma engem úgy feldühített a főnököm, de hú, hát én komolyan, de tényleg azt hittem, hogy felrobbanok, akkor nyilván ugye néz a gyerek, hogy tényleg felrobbantából. De hogy ki tudom fejezni neki, hogy velem mi történt, és már is benne vagyok egy történetben, de hát azért a klasszikus értelemben a születéstörténet, csak tényleg a saját példánkra visszamenőleg, én minden évben el szoktam mesélni minden egyes születésnapjukról a gyerekeknek, hogy hogy születtek. Tehát milyen volt az egész, van egy emlékdobozunk, abban benne vannak az összes kis akármilyeik, amiket gyűjtenek, és ő maguk teszik bele, a kis, mint tudom én, az első radírom, a kis maradék ceruzám, a nem tudom, a ilyen ezt a pólót, vagy nadrág, maradék, vagy bármi, ami számukra fontos, de a születéstörténet az egyik legfontosabb dolog, hogy én hogy jöttem ide, hogy kerültem ide, erre a világra. Te hogy kerültél ide, ő hogy került oda, hogy milyen keveset tudunk még egymás születéstörténetéről is. Akár leérhetünk egy életet, úgyhogy mondjuk nem tudjuk, hogy a párunk hogyan született, vagy ő, nem, vagy ő maga sem tudja, hogy hogyan történt ez az egész. Nekem az a hihetetlen nagy tapasztalás mindig veled kapcsolatban, hogy olyan szeretettel és odafigyeléssel beszélsz a meséről is, meg magad is olyan szépen mesélsz, majd azért a videó leíratba én belinkelem azt a kacor királyt, amit elmeséltél nekünk, amikor itt nagyon Covid idők voltak, és léleksimogató meséket kértünk, és Vali is hozzánk csatlakozott, mert tényleg mesei hangod van, és én nagyon-nagyon örülök, hogy ennyire képviseled ezt a missziót, mert nagyon szükség van, én azt gondolom, hogy ebben a nagyon rohanó világban még inkább azokra a közösségekre, azokra a nyugodt pontokra, ahol akár az óvodában, akár otthon, akár az iskolában tényleg a figyelmet adja a mese és a szeretetteljes kapcsolódást. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk egy kicsit, köszönöm az ötleteidet, és nagyon bízom benne, hogy még sok-sok cikket fognak olvasni tőled a felelős szülők iskolája oldalán az érdeklődők. Úgyhogy nagyon sok sikert, amiben mi tudunk, azt támogatunk, és mesét másként mindenkinek mindenhol. Köszönöm szépen, Vali. Szépen köszönöm nektek, és mesés napokat. Puszi! Yeah.